Merci à Duc Charova. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this no being too faithful, so young and dumb I never learned it. Mama told me you should never play with the heart. Maybe I should told you this right from the very start. Baby, I was tired of you playing my broken heart. Now it's you that want to restart. Bajszálás. Na, a harmadik nap karakú, megyünk haza. Nagyon takaros kis Airbnb szállásunk volt, én nagyon meg vagyok vele elégedve. Egy pár órát eltöltünk a városban, aztán megyünk haza. Kaland az élet! Nem sietünk sehova. Lencsére nem ártana egy jó kis törlés. A tízes bedob belem. Ide kellett bedobni a kulcsot. Most bejöttünk egy ilyen kis reggeliző helyre. Ide. Patrikkal néztünk ki egy jó kis amerikai reggelit, amit majd mindjárt megmutatok, hogyha kihoznak. De szerintem menjünk oda. Na, a parkolás egy kicsit egyébként zavaros volt a városban. Ugye Patrik, kaotikus állapotok vannak, de egyébként az elmúlt időszakban bárhol voltunk, vagy voltam, ott ez volt. Szerintem megreggelizünk, még nagyon picit körbenézünk a városban. Én korábban keltem, mint ők. Ők nagyjából 9.30-kor keltek ki az ágyból, én már 6.50 körül fönt voltam, és elkezdtem nézni a Schindler listáját. Most még elmegyünk kocsival oda a Schindler Factory-be, vagy nem tudom, hogy pontosan hogy mondják, ahol dolgoztatta az embereket, és így ezáltal így meg is mentette őket. Ezt mindenképpen nézzetek meg, hogyha nem láttátok. Mondjuk én már láttam annó, de teljesen elfelejtettem, szóval ha láttátok, és nézzetek újra. Na, megyünk a zsidó negyedbe, a váron keresztül vezet az út, itt voltunk első nap este, nappal is kicsit megnézzük, meg igazából körbejárjuk, mert aztán már este kiültek minket. Patrik, lehet, hogy egy drogist az egész hely, igazából kokain van a ruhák alatt. Pénzmosó az egész. Hát nem nagyon tudom elképzelni, hogy ki az, aki ilyeneket vesz. Na jó, innen valahogy kikeveredünk csak. Ez nem enged minket ez a hely. Nem enged ki! Be vagyunk zárva. Ennek a hangulata nagyon tetszik, ennek az épületnek ilyen kockettő burgundi feeling. Problem. Patrik meg bement a... Hova mentébe? Hát mit tudom én, az eladó részlegébe. Ja. 1-től 7-ig mennyi? Ez 10-es. Na, most ebbe a templomba próbálunk felmenni, mert elvileg föl lehet ennek a tetejére valahogy jutni. Patrik olvasta neten. Mi van, srácok? De tolni kell. Biztos van egy másik. De 4 oldala van. Elvileg nyitva kéne lennie egyébként. Varázsépület. Vagy lehet olyan, mint a Harry Potterből, hogy be kell futni a falba. Igen, próbáld meg bárcsak. Nem, Patrik. A kamerád. Megvan? Jó. Túr neki. Rájöttünk, itt van picibe, amit nem néztünk. A januári és februári időszakban zárva van, szóval ez a trip is kimarad. De egyébként nagyon jó. Persze, Tátrán keresztül megyünk, szóval ott még megállunk valami havastájnál. Igen. Illetőleg kifele úgy megyünk, hogy még megnézzük a Schindlernek a faktoriát. Jéhá! Ben voltam egy emberi fejben.
És ott vannak kint egyébként azoknak az arcai, akiket megmentett. Merőben érdekes élmény ez, hogy ma néztem meg a filmet, és még ma el is jöhettem a helyszínre. Yay boy! Átláthatatlanból hirtelen látható lesz. Ez az? You touch my tra-la-la. My ding ding dong. Végre látok majd. Csináljunk meg ilyen b-rollba, hogy húzod. Várjál. Ebből a szempontból ez a Krakó, ez nagyon jó hely, hogy ott vagy benne a városban, és gondolsz egyet, és egy óra alatt bim! Havas hegyek, havas táj. Fúj a szél! Azt a minden ide fúj a szél itt! Nyomunk egy hóidzsölt. Mehet? Aha. Jó. Ben vagyok a kamerán? Igen, jó lesz. Mögöttem is? Igen, igen, tök jó. Csináld. Kalapd a szélet! Mondom! Ja, igen, igen, jó! Várjál, te nem hallottad az enyémet, de persze mondtam, hogy oké. Ja, oké. Teljesen jó, csinál! Kaland az élet! Ja? Van még időnk. Nem, nem sietünk sehelyénk! Na figyelj, egy, kettő, három! Kaland az élet! Nem sietünk sehova. De húrva! Ha most ki nem jött Dubajba, mert megváltod, hogy uradása van. Nem engedem! Hülye, ez kell egy izélni is! De most mi a faszom? Hóhulla! Hóhulla? Hát azt is, ez itt nem angyal! Nem angyal! Hát itt csinálni kell a kezeit, de ilyen szárnyakkal! Ilyen szar hóangyal, de miért nem lehet? Ezt nézd! Hóangyal, tú! Hát csinálj a kezeit, meg a lábait! Úgy jó! Ez itt nem a hóangyal! Jaj, de ideg! Ez nagyon nem a hóangyal! Szóval, micsoda? Ez kaland az élet. Kaland az élet, nem sietünk sehova. A korhárul a gyuladással. Ott van a két angyalkám. Hát az, ja. Na menjünk be. Azt a mindenit. Megérte? Szegény Patrik. Jaj! Gyere Patrik, fűcs be! Ide ideg van! Úristen! Mutasd a mellett! Jó! Átütő erejű! Átütő erejű a mellett! Lehet vele jeget vágni! Szerintem én most már elköszönök, innentől már nem fogok vlogolni, videózni a mai nap folyamán, valahogy még sötétedésre hazaérünk a nagy Budapestre. Olyan jó, kökjük! Két hét múlva megyünk egy Dubaj túrára. Három hét múlva, addigra ezt remélem nem kaptam semmi tüdőgyulladást, meg hasonlót ez idő alatt. Ugye és az a para, hogy most a repülőtéreken nem is engedik repülni azokat az embereket, akiknek láza van. Már koronavírus van, találkozunk következő rész, azaz holnap, mert hát ugye daily vlog van, tesó, daily vlog, minden nap vlog. Ja, szóval sziasztok. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing.